Na most gondolják meg, hogy ebben az egy mondatban micsoda ismeret halmaz jelenik meg. Megjelenik a felszarbazni, ugye? Akkor rögtön kicsit a mitológiára rágyúrtunk, ugye? Csodaszarvas, ménrót, és a többi, és a többi. Ugye annyira nem mindegy, hogy hogyan tanítunk. Ő a ház egyéb lakóit is elnevezte. Volt például a harmadikon egy szintén munkássőr kolléga, és érdekes ez az önirónia a részéről, őt úgy hívta, hogy a szürke állomány. Ez óriási dolog volt, mert ő tulajdonképpen átugrotta a saját árnyékát, lehet, hogy csak ilyen kényszer munkásőr volt, vagy belülről bomlasztotta a munkásőrséget, ezt nem lehet pontosan tudni, de ez is rendkívül frappás volt, és akkor a harmadikon lakott Finta bácsi, őt úgy hívta, hogy Ámor, mert ő meg nyilas volt. Na most, lehet tapsolni, köszönjük szépen. Na elég az hozzá, csak azt akarom mondani, hogy Sándor bácsival eltöltöttünk egy negyed órát, és már benne voltunk a történelem legközepibe. Mert akkor elmondta, kik voltak azok a nyilasok, elmondta a házba, kik voltak még nyilasok. Szóval nagyon szépen tájékozottunk ugye ebben a tárgyban is. Na, hát visszatérve a szürke állományhoz, ugye egy retteltes élményem volt, amikor hetedikbe tanultuk az agyat. És az agynak az egyik része a szürke állomány, és bejött Vera néni. Hát nem részletezném, óra alatt spanglizott. Kinyitotta az ablakot, oda spanglizott, ki ereket hangja volt, sárga krepköpenye volt, azt kibontotta, és alatta akkora légzsákok tartózkodtak, amekkorát én Dolly Buster felbukkanásáig nem is láttam, akinek ismeretesen le kellett venni a melléből. Na, zárójelben ugye hála a cseh-sör tradíciónak, annak idején ugye a szoptatós édesanyáknak Magyarországon is adtak nektársört, ugye, mert a malátának, illetve a komlónak, hát a tejfakasztó tulajdonságai közismertek. Na, ismét egy kis ismeretet bele csippentettem, hogy ezt is tudják, ugye, drága apám mondta mindig, Csehországban mindenki vagy dada, vagy trombitás. Ennek a történelmi háttere, ezek a monarchiára visszanyúló információk, hogy az úri családok cseh szoptatós dadákat hívtak. Ugye, akik hozták a saját gyereküket, és még azt a két-három ilyen sápat hülye gyereket is elszoptatták, akik voltak mondjuk egy ilyen arisztokrata, vagy fél arisztokrata családba. Egy, kettő, ugye, ahogy a cseh újhullámos filmekből ismerjük, ugye, hát alig van olyan régi cseh film, ahol valami kis részfúvózás ne lenne, az osztrák-magyar monarchiában az összes fúvós és fúvózenekar, azok mind csehek voltak. Egyébként a monarchia vezérlési nyelve, na, hogy megint egy ilyen kis ismeretet elmeséljek, az német volt, és azt tudjuk, hogy csak a magyar válaszol igekötővel. Hogy megértette? Meg. Mondta az őrmester Verstanden. És akkor egy csoport azott a fer. Ezek voltak, ugye, kis tapsot nyugodtan tehetünk, ugye, ezek voltak a magyarok. Na kérem tisztelettel, hát Vera néni kigombolta a sárga krep köpenyét, és hát ott már a biológia óra teljesen egy irányba ment. A rettenetes tömlők, csak így tudok fogalmazni, ezeknek a melltartóipar nem tudott megfelelni, tehát a vékony válpánt révén Vera nénire iszonyú súly nehezedett, úgyhogy akkor ő kialakított egy ilyen kis gesztust, hogy egyet szippantott, majd egy rutinos mozdulattal egy picit így megemelte a melltartóját, akkor Mohikán, aki 17 éves volt, már nem is lett volna iskola köteles, róla gyakran szoktam mesélni, akkor ő már recsintett, és hogyha Vera néni felült a tanári asztalra, akkor mindenki. Tehát ezt kell. Na most ugye egyáltalában miért van az, hogy én erre emlékszem rendkívül élesen, mintha ma történt volna, és az, hogy Bibécske, meg Porzó, meg találkoznak, meg nem tudom, hát arra valahogy ugye kevésbé. Tehát ez a lényeg, hogy a gyakorlat az mindig érdekesebb és elementárisabb. Az volt a jó a Karikás Frigyes, felsőrdösori Karikás Frigyes állami általános iskolába, hogy ez egy ilyen origóponton feküdt, mint Kuba. Tehát itt voltak ilyen Andrássy úti úri gyerekek,
voltak Király utcai zsidófiúk, voltak görögök, voltak ilyen betelepített szuterénba lakó, ilyen házmester funkciókat viselő szülőkkel rendelkező vidék. Hát volt olyan osztálytársam, aki Pest közepén tájszólásba beszélt. Hát szegényt, hogy mit röhögték. Rögtön megkérdeztük, hogy mi volt apád. Azt mondja, hát főügyei voltak, az mi volt? Hát volt még 20 tehén, 10 ló, az mi volt? Elvették. Azt mit csinál apa? Hát följött vízezetéket ásni. Na hát ez a történelem. Hát ezek az órán nem hangzottak el. Ugye? És akkor én udvaroltam Terének, aki balettozott, az is nagyon érdekes volt, járt a balettintézetbe, ami tőlünk nem volt messze, ugye Andrássy út ment a föld alattival, és a vitrínben volt egy ezüst cigarettatárca, ami szét volt lőve. És azt mindig megnéztük, és akkor mi volt? Hát akkor Donkanyarnál volt a papa. Igen, rálőttek, ez mentette meg az életét. Ugye most már voltunk a munkásőrségnél, voltunk a szarvassá változott fiúnál, elmegyünk a Donkanyarba, megnézzük a kuláktalanítást, ugye? Hát ezek forintos élmények, amelyeket ugye mással helyettesíteni, vagy pótolni nem igen lehet. Aztán ugye az ember... Azzal is, hát ugye anyám például mindig szerette volna, ha nem Mohikánnal barátkozom, hanem Langeltár Gyurival, aki szintén csatos hajat visel, de ő nem járt ilyen rosszul, vagy érdekesen, vagy egzotikusan, vagy fogalmazunk úgy, hogy másként, szóval nem lett buzi. És, de vele operába kellett járni. Langeltár olyan stréber volt, hogy úgy írt, hogy minden betű alja egyenes volt, mert vonazó mellett írt. Langenthallal operába kellett járni, ilyen fehér térzokniba rettenetes volt, és ha fölmentünk, akkor Langenthall összerakta a villanyvasutat, ez nagy dolog volt, hogy volt villanyvasútja, de amiután azt összeraktad, az ment körbe-körbe. Hát ez 10 perc alatt ezt a témát feldolgoztok, míg Mohikán az apjától kapott írógépen sokszorosított erotikus novellákat. Hogy és akkor... Hú, hát bizonyos lapok már nem nyíltak, mert sokan olvasták, hogy így fogalmazzunk. Hát szóval el lehet dönteni, ugye ezek is tapasztalások. Szóval jó volt Langeltárral is, de egy fokkal jobb volt Mohikánnal. Akkor volt 6 gyerek, akiket úgy hívtak az intézetisek. Ők nem csak alkalmanként jártak mackó ruhába, bár én soha nem jártam, tehát azt mondta apám, hogy az azért mindennek az alja. Ugyanakkor volt olyan osztálytársunk, aki vasalt szürke pantalóba járt és fehér ingbe. Minden nap. Ezek az intézetisek, ezek mindig mackóba jártak, és Szlovák Feri epilepsziás volt. De nekünk ez egy olyan köznapi dolog volt, hogy ő néha így összeesett, akkor fogtuk a hátitáskát a feje alá tettük, benyomtuk a témonazót a foga közé, és vártunk. Na most később azért tudtuk ezeket a rohamokat időzíteni, tehát én bonyolultabb dolgozatok alkalmával, azért Szlovák Feri bedobta magát, és akkor emlékszem, a Robi haverom odaszólt neki, hogy még egy kis nyálat, Szlovi. Még egy kis nyálat, hogy a tanárnak, ugye bár ez hiteles legyen, és mit hoz a sors? Párizsba pár évvel ezelőtt összeesett előttem egy ilyen epilepsziás az utcán. És rögtön az ő táskáját a fejre tettem, levettem a derékszíjamat, és puff, betoltam a szájába. De olyan, ahogy a költő mondja, a 2x2 józansága hult rám. Tehát ezt automatikusan cselekedtem, és akkor jöttek a mentők, és mondták, hogy milyen klassz csávó vagyok. Hát a Trianont már nem hoztam nekik szóba. Úgyhogy maradjunk annyiban. Na, Polgár Sanyit akarom megemlíteni, aki egy iszonyú vékony gyerek volt, teljesen szápadtált, szintén szuterén, vagy én nem tudom, pincé, nem tudom, hol laktak. Rettenetes volt, ellenben isteni magasugró volt. Irtó nagy klotgatyája volt, tehát ilyen dinamó klotgatyája volt, és most is előttem van a kép, hogy a tavaszi szél így belekap Polgár Sanyi klotgatyájába, és átviszi a 2x10-et, vagy nem tudom, sőt, átrepül a külfalon, a szomszéd házba. Ugye ez nem volt így, de ha kicsit iszogatunk, akkor ezt így szoktuk mesélni, hogy hogyan tűnt el Polgár Sanyi a másik oldalon, ugye? De mondok durvábbat, mondjuk a szegénységnek ezt a fokát, amikor Kollányi Karcsi barátomtól kérdezte, ez még alsóban volt az osztályfőnök, hogy miért nem volt iskolába, és azt mondta, hogy kimosták a nadrágját.
És mi röhögtünk. És olyan körülmények között, tehát nagyon senki nem ült kollányi mellé, állati büdös volt, és 7 gyerek volt, amiben a kisebbek azok mesztelenül szaladgáltak a lakásban, nem tudom, a 12 fokban. Szóval retteltes különbségek voltak. Ja, hát és Heiser TV, a későbbi híres jégkorongos, neki már 7. se volt egy első foga se, hanem kivehető volt. Tehát ő elől ült, és ha úgy érezte, hogy az óra kicsit laposodik, akkor csak egy hátranézett, kivette a fogát, és már röhögött mindenki, mint az elmebeteg. Úgyhogy így hallottunk a jégkorongéletről is, a sport kegyetlenségéről. Hát azért lássák be, nem, hogy 13 éves gyerekek között nem sokan rendelkeznek kivehető fogsorral. Tehát ezt mondjuk ebben a formában mindenképpen meg kell becsülni. Na, bőrhaj volt a tornatanárunk, hát akiről sok baromság forog közkézen. Azért volt bőrhaj, mert ilyen jelzett haja volt, a háborúba kihullott a haja a rohamsisaktól. Tehát megint donkanyar, háború, szarvassá változott. Tehát így szépen össze lehetett. Például volt egy osztálytársam, apjával laktak, és minden szobában csak ruhák voltak. És le volt redőnyözve. És miért? Mert a mama elment Amerikába. És akkor láttam, ez azért csak jobb, az embernek van mamája. Ugye, ezek ott a papa, a WC-ben volt egy kis esztergapadja, magára húzta, kérdeztem Stancit, mit csinál a fater, azt mondja, gyújtózik. Ez azt jelentette, hogy akkor már nyugaton eldobásra szánt, és ma már nálunk ismét eldobható öngyújtót megfúrta, kempinggázzal föltöltötte, kapott egy stiftet, és olyan volt, mint a jó. Papa így gyújtózott. Hát ez is nagyon érdekes volt. Ugye Mohikán papája kasszafúró volt, de hát azt már sokszor elmesélte. Úgyhogy ezek mind nagyon érdekes professziók voltak. Na, a következő történt, hogy bőrhaj időnként az öltözőben, ahol hát rettenetes kandesszag, lábszag, húgyszag, szarszag és izzadságszag uralkodott, bőrhaj időnként elordította magát, hogy riadó, ami azt jelentette, hogy bárki bármit csinált, abba a pozícióba állva kellett maradni. És volt egy kedves barátom, Gábor, aki előtte bársonyzakóba járt, nem járt köpenybe, és keresztül tudta vinni. Fölállt, begombolta. Bársonyzakó, hát ez felfoghatatlan volt. És ő egy Jonatán almát szépen fényesített előttem, mert egy olyan 8 percig, és pont a riadó szónál készült, hogy beleharapjon. Na most hát mentális, vagy hogy mondjam, értette ő a parancsot, de a gyarló test ezt már nem volt képes végrehajtani, úgyhogy a halálos csendbe hersegve beleharapott a Jonatán almába, mire hátulról nem is látta bőrhaj, csak hátra nyúlt, mint Atlantába a magyar vízilabda csatárok, és egy akkora pofont adott neki, hogy az alma az így elszállt. Egyszer pórulját bőrhaj, volt ilyen, hogy szekrényugrás. És egyszer neki ment, és irdatlanul beverte a tökét, de úgy, hogy nála vörösebb fejű embert nem ismertem, talán csak Kállai Feri bácsit, és akkor mondta, hogy látjátok, pajtások, kettőzött óvatossággal kell végrehajtani a gyakorlatot. Anyám az ideg összeroppanást kapott. Másodikban volt egy nagyon kedves tanárnőnk, megvan ez az ellenőrzőnk, kaptam egy olyan intőt, hogy kérjük, ha lehet, a kis Sanyika ne hozzon konyhakést az iskolába. De mi úgy fel voltunk már fegyverezve, hogy a taxidriver az ahhoz képest ipari tanuló. Tehát lábunkra, leukoplasztal, minden, bárdok, fejsze. Robi barátom egy kilóként hozott mindig az iskolába, hogyha bármi van, akkor tudjunk puskaport készíteni. Volt például egy tanárunk, Török Ernő világnézett tanár, aki asztalos volt, és hiányzott a két ujja. És azért, mikor úgy fölemelte pont a rossz kezét, és kérdezte, hogy mi a marxizmus 4 forrása, akkor azért erősen csodálkozott, hogy röhögünk. De ennyi esze nem volt a hülyének, hogy a gyerekek kegyetlenek, hát a másik keze jó volt, hát miért nem emelte azt fel? Ja, volt a kolozsvári, az isteni volt. Szóval, hogy milyen zseniális írásmű a tanár úr, kérem, hogy abszolút megvannak ezek a típusok. Tehát tényleg, és ezért megyünk az iskolába, hogy megnézzük, hogy hát kikkel fogjuk az életünket eltölteni. Volt kolozsvári, nem volt olyan év, és nem volt az anyagnak olyan szegmense, hogy bármelyik, bármilyen, bármikor anyaggal elhangzott kérdés őt felizgatta volna, illetve hogy egyáltalában ezzel bármilyen viszonyba tudott volna kerülni.
Ugyanakkor kitűnően sakkozott, ez például nagyon érdekes volt, és ő úgy nyújtotta az időt, egy nagyfenekű fiú volt, hogy először egy hatalmas segg jelent meg. Tehát még az arcát, ami akkor már teljesen piros volt és iszad, azt még nem ismerte fölemelni. Rudra mászni természetesen nem tudott, így bőrhajnak nem tartozott a kedvencei közé, de odaállt, olyan kis feszült rajta úgy a tornanadrág, meg úgy igyekezett olyan rendben, állandóan elnézést kért, közben kerületi sakversenyeket nyert rejtélyes módon, és nem akarta bőrhajt felhergelni, és akkor mint egy koala maci, így megölelte a Rudat, hogy hát, és így az egyik lábát úgy egy picit úgy beakasztotta, hogy hát ő is mutassa, hogy hát tanár úr, megteszek én, amit lehet, de többet nem tudok. Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim! A ma esti kabaré címe, mint hallhatták, nincs mese. Azért választottuk ezt a címet, mert egyik televíziós csatornánk moderátora az esti híradót úgy kezdte, hogy jó estét, Meseország. És gondoltam, hogy akkor én ezt ellopom, mert én ezt többnek gondoltam, mint egy puszta bejelentését a következő híranyagnak. Én úgy gondolom, hogy meseországban élünk, és az alábbiakban megpróbálom önöknek a főbb mesetípusokat és a főbb mesehősöket némiképp prezentálni. No, két sutkát egész gyorsan csak a Családi Oral History Archívumból, hogy milyen mesékkel traktáltak engem gyermekkoromban. Édesapám mondjuk felolvasta azt, hogy nincs zsidó kérdés a Szovjetunióban, mondta Furceva asszony. Na, akkor tudtuk, hogy Szentpéterváron már csomagolnak. Tehát Mandinerből kellett ezeket a dolgokat megérteni. Nagyapám elvitt sétálni, leány falun a szomszédban disznók voltak, megmutatta a disznóólat, megsimogatta az én fejemet, majd a disznó fejét, és azt mondta, látod, ez itt egy kicsi Sztálin. Hazajöttünk, és hát édesapám, mint jogvégzett ember, tisztában volt, hogy ez 1955-ben a BTK értelmében egy ilyesfajta mesekezdet és egy ilyesfajta párhuzamvonás ugye a generalissimusszal valójában mit is jelent. Kond beidézik az ávóra. Ismeri a Schwarzot? Nem. És a Grünt? Bocsánat, ha lehet, akkor inkább a Schwarzot. Kérem szépen, Meseországban élünk. Különböző mese típusaink vannak, mese és monda körök keletkeztek az elmúlt néhány esztendőben. Ezek egy része a tavalyi esztendő termése, tehát vannak ilyen a pillanat által feldobott mesehősök, és vannak olyanok, amik esztendők óta ilyen never ending story-szerűen, soha véget nem érő történet formájában, újra és újra búvó patakként, mint valami Loch Ness-i szörny, hogy egyik képzavaromat másik pleonazmusomba bele ne öltsem, felbukkannak. Hát itt vannak rögtön a székely góbéságok. Ugye, van a székely mese és mondakör, amely elsősorban dokumentumokról szól. Ugye, itt már a nyelvészet határait is feszegetik a szerzők, és ez most már több éve tart, hogy bárkit bármilyen ügyben letartóztatnak, akkor azt mondja, hogy koncepciós eljárás áldozata vagyok. Koncepciós eljárás áldozata vagyok. Na most nem tudjuk, hogy mi az igazság, ebből a székely monda és mesekörből, amely keletkezett, egyetlen egy dolog hiányzik, kérem szépen, a székely furmány. Ugye, tehát hol van már az, amikor a székelyek kártyáznak, és Áron bácsi egy kis galambocskát enged a légtérbe. Majd 3 óra múlva valaki megszólal, hogy na de Áron. 2 óra múlva, nem én voltam az burkus kutya. De bent se nincs. Hajnal felé. Majd begyün. Valahogyan ezekből a mai székely történetekből ez a fajta furmány, minthogyha hiányoznék. Vannak aztán kérem szépen az olajmesék, amelynek hát ebben az esztendőben kulcsfigurája volt a legkisebb fiú, az igazság bajnoka, ugye ez a furcsa szakállal ellátott, és hát elsősorban a disznó tenyésztésben járatos Pallag László, aki egy újságíróval telefonon beszélgetve közvetítette
a disznainak édes röfögését és különböző hangjait, miközben ő a fültövüket különböző helyeken vakarta ilyen talpmasszőr módjára. Van aztán egy másik jelentős mesélőnk, Kis Bandika, aki a Miami emigrációban eszi a bujdosó keserű kenyerét, ugye, mint annak idején Rákóczi és híveit. Egyébként hát itt az olajszakmában vannak úgynevezett énekesek, kobzosok is, ez egy rendőrségi kifejezés, ugye, akik bevászorognak a rendőrségre, és ott énekelgetni próbálnak, ugye, derékbombában megboldogult Boros Tamás is, ugye, bár hát egy ilyen énekes kobzosnak számított, csak ő videóra dolgozott. Az se jó, ha az ember túl jó címet talál ki. Kérem szépen, egykori főnökön Bacsó Péter 20 évig molesztált avval, hogy Sanyikám, van egy isteni címem, becsúszó szerelés. Írja meg. De nem volt hozzá semmi ötlete, úgyhogy nekünk is van egy ilyen mese címünk, az öreg halász és az olajos hal. Egyébként ennek az olajtörténetnek, ez tulajdonképpen egy sárkány meseként is értelmezhető, csak itt nem hétfejű a sárkány, hanem N plusz egy fejű. Gyakorlatilag legyőzhetetlen. Vannak aztán olimpiai mesék, ugye a láng az már meg is volt hozzá, vannak ezzel kapcsolatos gázmesék, vannak Fradi mesék, vannak Murilló mesék. Arról most már kiderült, ugye, hogy mi a helyzet, nyelvvizsga mesék, de az az érdekes, hogy mi is meseország vagyunk, de azért azt mégiscsak fűzzük ide, hogy a világ legfejlettebb demokráciájában pillanatilag hetek óta nem tudnak elnököt választani, tehát ott mennek az elnök mesék. Voltak aztán bányamesék, van aztán a koalícióban a rókafogtacsuka helyzet, de a sztárügyvéd meseköréről egy picit később, mert az enciklopédikusabb tárgyalást kíván. Van aztán a három tenor története, három vörös tenor. Én nem mondom, hogy kik ők, hát tudják a... Nem tudják, ezek egy nagy ellenzéki pártnak a frontemberei. Ezzel az ellenzéki párttal az nem volna baj, hogy kimonul, de mindig vissza is jön. Ők mondták, hogy a kormány, és én ezt most csak kizárólag, tehát nem vizsgálom, hogy nekik ebben igazuk van-e, avagy nem. Én ezt most csak stilárisan közelíteném meg. Azt mondták, hogy a kormány fordított Robin Hoodként ül a lovon. Hát kérem, először is a Sherwoodi erdő betyárjai gyalog betyárok voltak, akár a magyar somogyi betyárok, könyörgöm. Tehát ha már képzavart képzavarra halmozunk, hát olvassuk el azt az Isten verte Robin Hoodot. Erőt eszembe egyébként gonoszul kitaláltuk, hogy mi lenne, ha olyan Mikulás jönne, aki üres puttonnyal visz. Tehát érted, hogy te vagy kis csávó, jó voltál, akkor hozd ki a hifit. Ennek a három vörös tenornak az egyik tagja, aki az MSZNP emlein tanulta meg, hogy a kapitalizmus mi rettenetes dolog, később aztán az esztergomi bazilikába egy picikét így a klérus farvizén hajózott ő tovább, majd meg sem állt Londonig, és azóta állandóan várjuk hazatértét, mint Kossuth Lajosnak Turinból, tehát pillanatilag úgy tűnik, hogy ennek a jeles pártnak ő a V2-je, ő a csodafegyvere, de mondhatnám, hogy ő a ló nélküli fejes. Vannak aztán környezetvédelmi mesék. Lázár Ervin nagyszerű fogalma jut az eszünkbe, négyszögletű kerek erdő. Erre aztán igaz, hogy ettek, ittak, jól mulattak, amíg ki nem derült. Máig is élnének, ha le nem buktak volna. Próbáltuk a mesefigurákat rávetíteni a politikai életre. Ezzel felhagytunk egy idő után. Felmerült az a kérdés, hogy ki a kurtafarkú kismalac. Hát egy biztos, hogy nem a Dajcs Tamás. Vannak aztán rendőrségi mesék, amelyek úgy kezdődnek, hogy a nagy üvegpalotán túl. Ugye, amelynek tövében fogták el a másik jeles mesélőt, ugye Tribuszernét, aki hát a magyar folklórnak szintén jeles alakjává vált. Aztán, hogy kitalálkozott Klodóval, és ebben egy újabb mesekört érintünk, ezt most már végképp nem lehet tudni, hogy Richard Burton nem, az valószínű. Tehát ennyit állíthatunk felelősséggel. Érdekes azért, a sajtó is furcsa madár, az egyik heti lapunkban állandóan közlik ilyen táblázatban, hogy ennyi napja nem tudjuk, hogy ki Kaja Ibrahim és ki Josip Tot. Hát miért nem tetszettek utána járni? Említeném a Dakota mondakört, amely az előző
pillanatokon belül magunk mögött hagyandó esztendőben bontott szirmot. Nem tudjuk, hogy ki Manitú. Tehát ha döglött lovon ősz, akkor jó, ha leszállsz róla. Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy aki villamos alatt fekszik, annak nem természetes a mosolya. Vannak aztán színházi mesék. Ez ilyen kőműves kelemenként zajlik, hogy mit nappal megterveznek, leomlik reggelre. Ugye ez most már esztendők óta zajlik, meg kellett a nevet is változtatni, mert nehogy valaki tévedésből kimenjen az építési területre, beüljön egy japánerbe, és várja, hogy balról bánkbán bejön. Én nem foglalkoznék a Sztárügyvéd meséi című fejezettel, hiszen tulajdonképpen ezeknek a helye már réges-régen valami fajta pszichiátriai klinika archívumában kellene, hogy szunnyadjon. Vér András ahelyett, hogy hadifoglyokat hoz haza, esetleg a parlamentet átvilágíthatná így mentális szempontból, így a sárga ház perspektívájából. Na rá aztán rengeteg mese alak illik. A kis Muck, Hári János, Münchhausen. Ő is utazott már mindenen, csak ágyugójó, nem? 150 napot tölt külföldön, hogy meglátogasson olyan országokat, amelyek még a legelvadultabb sumerológusok szerint sincsenek rokonságban a magyarsággal. Vagy a kis Gömböc. Hát ennek még várjuk a végét. A Tücsök és a Hingyi. Na mindegy, már magam is beleuntam 80 nap alatt a föld körül, ugye Jules Verne, Keraban a vasfejű. De kérem szépen, T-doktor életművében néhány hete forduló pont állod be. T-doktor immáron elérkezettnek látta. Ez nagyon buszos, hogy a nyálkás porszívócső az egész, és a magzat pedig hát már a 28. héttől álmodik. Ez nagy kérdés, hogy mit? Szerintem aztán mondja, hogy ő egy magzat. Tehát nagyon sok más lehet, hogy nincs. Lehet, hogy néha aztán, hogy egy másik nőben van, csak föl se tűnik neki. És az egésznek a betetőzéseként a 30. héttől már az utolsó egy hónapot fejjel lefele töltöd, egyre kisebb a hely, hangok vannak, amit nem tudsz lehalkítani, de azt mondom, hogy ha innen kijutsz, akkor jó, hogy ordítasz. De ez egy nagyon stresszes dolog. Ezt kimutatták, hogy a életünk során a legtöbb stressz hormont a születés során választjuk ki. Tehát nem is születésnek kéne hívni, hanem ijedésnek tulajdonképpen. Lenne ilyen ijedésnap, ijedési anyakönyvi kivonal. Kérdezgeti az ember, hogy te hányba ijedtél, ne haragudj. És ahova kikerülsz, az meg egy nagyon veszélyes világ. Tehát nem tudom, tudják-e, de Magyarországon a legtöbb baleset otthon következik be. Évente kétszer annyian halnak meg a saját lakásukban, mint autóbalesetben. Hát milyen más lista az, akinek se lakása, se autója nincsen. Arról nincsen adat, hogy mennyien lehetnek azok, akik mások lakásában halnak meg. Biztos vannak ilyenek, tehát ezek a vendégségbe kíváncsiskodók. Milyen jó új kenyérvágógépet van, kipróbálhatom esetleg. Nekem úgy volt ez, annak idején a kisgyerekek miatt vendégségbe, akárhova mentem, egy méter magasságon minden veszélyforrást elpakoltam. Volt, hogy utána jöttem rá, nincs is velem a gyerek. De mondjuk én már kerestem azt a gyereket is, amik a nyakamba ült, tehát nem, ez elég kemény. És a legveszélyesebb hely a lakásban a konyha, és a leggyilkosabb eszköz a kenyérpirító. Ez meglepő, de így van, ugye az kigyullad, vagy aki benyúl késsel, azt megrázza, vagy esetleg hosszú távon odaégetéssel próbálja rákkal megölni. A kenyérpirító a feltalálság az éve 3000 ember gyilkolt meg. Tehát ilyen adatokkal szerintem még a Maxim géppuska sem dicsekedhet. És az otthoni baleset után jön a munkahelyi baleset, tehát aki otthon dolgozik, az gyakorlatilag halálra van ítélve. Azután jön a közlekedési baleset, és azután a sportbaleset. Most azt gondoljuk, hogy csak az extrém sportok veszélyesek, pedig évente többen halnak bele a pingpongozásba. Nem tudjuk, hogy egyébként. Tehát, hogy vagy egy olyan csúszát kapnak, hogy lenyelik a labdát, vagy szerva közben a saját fejükbe állítják az ütőt. Nem tudom, azt tudom még elképzelni, hogy szakadék szélén játszanak, és hogy egyre messzebbről adják vissza a végét. Lepottyannak. Egyébként nem szoktunk belegondolni, de mindig veszélynek vagyunk kitéve. És ugye szoktuk mondani, hogy óvatosan vezess, meg nézz szét az úton. Azt nem mondjuk, hogy aztán nehogy rátszakadjon egy épület. Ne nézz bele a napba, hogyha fölrobban. Pedig bármikor történhet katasztrófa, vagy világ vége, amivel által a filmeken szoktunk találkozni egyelőre. És azt mondtam, hogy jó dolgokról fogok beszélni. De én alapvetően pesszimista alkat vagyok. Ezt sokan félreértik. Tehát egy igazi pesszimista azt nem azt gondolja, hogy a pohár az félig üres, hanem hogy valaki biztos beleköpött. Na most én mindig a legrosszabbra számítok, és hát szerencsére van miből válogatnom, mert tele vagyok fóbiákkal.
Én tartok az ismeretlen telefonszámoktól, és tartok sok ismerős telefonszámtól. De vannak olyan fóbiák, amik csak nekem vannak. Tehát például az attól való félelem, hogy összeáll a Manhattan együttes. Hogy folytatják a Lindát, ezt nem kell magyaráznom, azt hiszem. A legsúlyosabb fóbiám attól való félelem, hogy átrendezik az Osant. Ez nekem a halálom, mikor megyek és a műzlik helyén macskakaját találok, meg a fickót, aki nem tud semmiről. Vannak ezek az alakok, akik nem is eladók, polcosok, akik csak ott pakolgatnak, illetők, nem azért vannak ott, hogy tudjanak bármiről, és ha megszólítod őket, akkor úgy nézek rád, mintha otthonukba zavartad volna meg éppen. Betűt rendezgetés közben őket, hogy nem tudom, a műzli elköltözött, nem hagyta meg a címét, nem tudom, hol lakik. Ilyenkor magam kezdek el kóvályogni, és egy idő után annyira rosszul vagyok, fizikai fájdalmai vannak, tehát golyózik a szemem, és azt halucinálom, hogy akkor jutok ki, hogyha mindent végigkóstolok az összes kaját. Egy haverom lett így rosszul piacon, ő egy kigyógyult játékgép függő, nem is volt semmi gond, ami meg nem látta a szilvákat, meg a cseresznyéket. Erről jöttek az emlékek. Egyébként azt is érdemes megfigyelni, hogy hogyan tolják az emberek, hogy közlekednek a bevásárlókocsival az emberek. Én úgy közlekedem, fickósan tolom, tehát hát így bevállalok rátós előzéseket is, én hamar túl akarok lenni rajta, és ezt én már babakocsival is tudtam csinálni, mert tudtam a járdára felugratást egy kerékkel, helybeforgás, Mad Max kör. Na most ezt bevásárlókocsival addig megy, amíg be nem kerülnek az ásványvizek, mert akkor egyre kényszerettem mosolyjal tolom. Van olyan fajta, aki úgy megy, mint a tank, az bárkit leszorít, mert ugye most szállt ki a Pajeróból, azt nem fog erre a fél órára stílust váltani. Aztán van, aki meg húzogatja, mint az öreg néni, aki kutyát sétáltat a sztráda közepén. És a kedvenc típusom az, amelyik meg úgy jön, hogy ráhajol a kocsira, és könnyékkel irányít, tehát járókeretnek használja. Én úgy hívom ezt a típust, hogy diszkont Kenta úr. Most én eléggé besokaltam a vásárlásból, leküldtek nagy csillagszórót venni, hosszú csillagszórót, és a utcai árusok, ahogy közeleg az ünnep, egyre jobban elszemtelenednek. Azt mondta a fickó, hogy 1000 forint. Hát én megmondom, annyi ér, akkor inkább meggyűjtök a gyereknek egy 1000-est, aztán elnéz, hogy ég a fémszál. No, de most tényleg jönnek a szép dolgok, jó dolgokról lesz szó, mert ugye vannak az életben alapvető pozitívumok, mit tudom, a napfény. Mínusz az UV-sugárzás, a leégés, a hőguta és az izzadás. De hát vannak ilyen szép dolgok, apró örömök az életben. Mit tudom én, vannak szavak, amiket jó kimondani. Dinnye, szatyor, ezeket nagyon szeretem például. És nem tudom, észrevették-e már, de a szavaknak megvan az érzelmi töltése akkor is, hogyha nem is tudjuk, mit jelent. Tehát például ott vannak az idegen pénznemek, például az ukrán pénz, a hrivnya. Az úgy hangzik, mint egy sértés, nem? Én nem örülnék valaki azt mondani nekem, hogy te hrivnya. Mert az, hogy te kis zlotyi, az még úgy rendben van. És időről időre meg szokták választani a legszebb magyar szót, és mindig ilyenek nyernek, hogy anya, meg csillag, de hát ez teljes tévedés, itt a fogalom a szép, tehát a hangalakra kell koncentrálni. Mert például milyen szépen hangzik az a szó, hogy ramacs, vagy gennyes. Milyen jó szó az, ugye? Aztán vannak az alapnyelvi szavaink, amit még az őshazából hoztunk magunkkal. Ezek a legelső szavaink, ezek általában egyszótagúak, ezek nem is annyira szépek. Tehát például a testrészek mind egyszótagúak, fej, fül, szem, száj, kéz, láb. Az egy, ami kétszótagú, a hónaj, azt később fedezték föl. Ez mire nem neveztük még el, adjunk neki nevet. És mit tudom, nekem szerintem az egyik legszebb szó például a poszáta. Azt elpazaroltuk. Tehát ezt a szép szót egy ilyen kis nyomvat jószágra, ami bennalig a bokorba, el kéne cserélni szerintem. Legyen az a ló, engem nem érdekel, ugye? Vagy ez mi van a kihalt állatokkal, hogy azokat, nem tudom, a kihalt állatok neveit, meg a kihalt mesterségek neveit újra kéne használni, mint a telefonszámokat, hogy akkor jön egy ilyen, hogy lájkolom a tweetedet, és akkor azt mondanánk, hogy mit a köpülöm a dodódat. Na aztán mondok még olyat, ami mindenkinek pozitív élmény, mondjuk pénzt találni egy elfelejtett kabát zsebbe, akárkiébe. Ugye ez régi kérdés, hogy a pénz az boldogít el, hát a pénzt a főníciaiak találták föl, aztán mire mentek vele, kihaltak, mint boldogabbak, nem. Viszont nem csak pénzzel lehet elérni a boldogságot, tehát mit tudom, a testmozgás magába örömet tud okozni, ennek két válfaja van az örömszerző testmozgásnak, a sport és a szex. Ugyanaz a hormon szabadul el mind a kettőnél, és sok hasonlóság van a kettőben, tehát mondjuk egyikben sem a győzelem a fontos. Mind a kettőben nagy hagyományai vannak, hogy valaki nem csinálja, csak nézi.
Viszont a szexben a szurkolás nem mindig segít. Aztán valaki meg a tudatmódosószerekre esküszik, attól várja a boldogságot. Ugye ez régen a sámánok kiváltsága volt, abból mondtak jövendőt. Hát ma már mindenki lehet sámán, nem is becsüli meg őket annyira a közösség, hogy milyen durva lenne minden részegembert áhítattal ülnénk körbe, hogy jó, mit látsz? Kettőt mindenből, apám, várj, a látogatók jönnek. És hát vannak legális szerek és illegális szerek, ezek kultúránként változnak. A 16. században Mekkában a kávé is be volt tiltva. Jó, hogy nincs ez nálunk most itt, tehát hogy kapugajba kéne venni ilyen kávédílerektől, hogy 3-1 nem érdekli, főnök? Van viszont egy kétszer, ami örömet okoz, és elfelejtették betiltani, a csokoládé és az erős paprika. Hogy kocsmák vannak, cukrászdák vannak, nem értem, miért nincsenek ilyen erős paprika várok, ahova be lehetne menni, és akkor a belső terembe, pezsgő mellett az őrölt csili paprikát, táncos lányok köldögéből szippantanánk föl. De hát van, akinek meg már az evés boldogságot okoz, van ez a mondás, hogy az a tiéd, amit megeszel, hát ez még abból a korból jön, amikor nem találták fel a gyomormosást. A római lakomákon meg úgy ment, ezt tudjuk, hogy ettek, ledugtak egy pávatollat, kihányták, és akkor ettek megint. Ezt iskolába tanultam, de csak évek után tudtam meg, hogy nem azt tették meg, amit kihánytak. Nem értettem, mi volt ebben a luxus? Összes ilyen lakomára, hogy gyakorlatilag első fogás után elmenekültem volna. Jó, hoppá, hoppá, nekem gladiátor jegyen van. De mondjátok, milyen volt. De hát ugye másnak is lehet örülni. Például vannak, hogy milyen nagyszerű korba élünk. Én nagyon hálás vagyok a tudománynak, például az inkubátor miatt, mert én koraszülött vagyok, én 7 hónapra ijedtem, és 2 hónapig betettek egy dobozba az inkubátorba, tehát nincs klausztrofóbiám. Nincs klausztrofóbiám, ez egy újabb pozitívum, és hát két talán ennek vagyok nagyon hálás, a inkubátor és a szemüveg. Tehát azok nélkül nem lehetnék sehol. Én gyakorlatilag egy ilyen első generációs kiborg vagyok. Ez még nem egy terminátor, ez annyit tud, hogy megszületik és lát. De nem nagyon hiszem, hogy túlélném a terminátor első jelenetét, hogy tök messze oda mennék valaki, ez szükségem van a szemüvegedre. Aztán nagyon nehéz megállapítani, hogy melyik találmány az, ami jó célt szolgál, és melyik, ami rosszat. Ugye a legtöbb találmány katonai célra készült, és csak aztán szivárgott le a polgári használatba. Ugye nagyon szerencse, hogy mondjuk a tank az pont nem. Tehát durva lehetne venni a boltba, és akkor öreg nénik vennék, hogy jól lehet menni a sárba, a csövére meg lehet terigetni. Aztán vannak olyan találmányok, amik mondjuk jó célra szánták, de nagyon rossz a hatása, mint az azbeszt vagy az operett. Aztán persze van, amivel még adós a tudomány. Én például nagyon vágyom az univerzális szennyes válogató, terigető, leszedő és zoknipárosító gépre. Meg nagyon szeretnék egy olyat, hogy fodrász automata. Az annyi, hogy beülsz, levágja a hajad, és nem szó hozzá semmit. De egyébként hát ez még mind nagyon messze van. Vagy az lehet még mondjuk, hogy a kiborgot fejlesztem tovább, aki vagyok, és azt mondják, hogy nincs már messze az idő, hogy digitálisan össze lehet kapcsolni a fejünket vagy egy számítógéppel, és digitálisan fejlesztjük a memóriánkat, és akkor nem kell majd tanulnunk, hanem magunkra kerültünk képességeket, mint Neo a Matrixba, akit egyébként mindig nagyon becsültem. Nem azért, hogy el tud hajolni a golyók elő, hanem hogy nincs a feketébe melege. Ezt is úgy töltötték rá, csak ezt nem mutatták, ez egy unalmasabb rész. És akkor majd, hogy így lesz, akkor valószínűleg az lesz majd, mint az okostelefonoknál, hogy egy csomó hülyeséget is tárolunk majd, amit vízből töltöttünk le magunkra, hogy mit tudom én, jódlizás, meg steptánc, meg hülye állathangok, és ilyenekkel verőznek majd a srácok lenne a téren, hogy jó, tudok füllecigit sodorni, ezt nézd meg, letöltöttem. Neked meg van már az éjjel látás? Hát csak az ingyenes van, meg az, csak hajnali 3 és 4 között látok itt. Meg biztos az lesz majd, hogy belepiszkálnak a titkos szolgálatok, és akkor így letöltesz valami magadra, és akkor nem érted, miért lett olyan hirtelen szimpatikus a kormánypár. Te lesz reklámmal majd, ez lesz majd, hogy ó, drágám, tudok tapétázni. Láttad már, milyen jók a lakáshitelek? És hát ez még mind nagyon messze van, de van még egy nagyon nagy feladata a tudománynak, hogy megoldja, hogy egyszer valahogy elköltözünk erről a bolygóról, hogyha szükséges. Végső tanulságként ezt tudom mondani, hogyha egyszer elköltözünk innen, mindent újra kezdhetünk majd, mindenki megtalálja majd a helyét. Akik munkanélküliek lesznek, azok a földrajztanárok, úgyhogy ha dönteni kell, ők nem fognak fölférni az űrhajóra. Tanuljanak más szakmát. Köszönöm szépen, bujék! Bujék 2016.
Kedves hallgatóink, a szilveszteri rádiókabarét hallották a Stefániáról. Házigazda Vida Péter, a szóvivő Kovács András Péter volt. Kreatív producer Fábri Sándor, dramaturg Sinkó Péter, gyártásvezető Popovics András, hangmérnök Zsidei János Zsonó, vezetőíró Kenderesi Attila, rendező Csizmadia Tibor, munkatársak Bódog Pál, Csukrán Viktória, Kajzer Hajnal, Kerekes Endre, Nagy György, Nyilas János, Takács Tibor. Főszerkesztő Nyitrai Kata. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Trisó Produkciós Kft. 2015-ben. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, a rádió hallgatókat egy héttel később, mert a kampány csendre esett volna a műsorunk. Nehéz lett volna úgy fogalmazni, hogy nem tudom, ki lehetne mondani egyáltalán kampánycsend idején az, hogy kampánycsend. Vagy hogy az, hogy választás, az biztos nem, tehát hogy lesz egy dolog holnap, amiről nem beszélhetek ma, mert egy másik dolog van, ami egy olyan dolog, ami a másik dolog előtt nem lehet beszélni. Úgyhogy inkább ezt választhatjuk, hogy később, és hát egy ilyen speciális időcsavart próbálunk meg fölvázolni, hogy ugye előtte veszik föl, de ők már utána hallgatják, tehát ők már értik, amit mi még csak érzünk, mint Zorán a gitárját a dalban, amit most nem énekelni kell, mert nem vinne közelebb. Na most, de hát nem titok, hogy előbb veszik fel a kabarékat. Aranyosi Péter kollégámnak volt egy barátja, aki azt hitte, hogy amikor a kabaré csütörtökbe kérnek egy számot, akkor újra bejönnek a színészek és megint előadják. Ez kellemetlen, mert Kern Andrásnak hétfőn telefonálnak, hogy megint kérték a Haló Belváros csütörtökön be kell jönni. És ha már ott van, akkor egy nótikáról jelentet is mondjon föl. Na most több lehetősége kellene ilyenkor felkészülnünk, de hát túl sok lehetőség nincsen. Azt lássuk be, tehát nem készülnék egy ilyen fölényes, mindent elsöprő MDF győzelemre. Fölösségekre nem gyártanék tréfákat. Tehát ők valószínűleg egy ilyen ultis... Ők egy ilyen ultis társaság, tehát ők Betlire játszottak, csak nem tudták, hogy ez nem ért pontot. Vagy az lehet, hogy ilyen beépült ügynökök vannak más pártokból és bomlasztanak, és lehet, hogy már csak kémek vannak, párt már nincsen, de nem erről lesz, hogy nem szeretnék észt osztani, mert nincs ilyen teor számom, ami van, az is durva, tehát ez az egyéb színpadi tevékenység, ezzel szépségversenyt vezethetnék, kutya idomítást és bika viadalt is, de azért, hogyha már nem lehet senkit befolyásolni, csak 5 év múlva, akkor elmondanám, van egy ilyen nagyon populista, radikális véleményem a választásokról, hogy azért mégiscsak tudom én ezt úgy nézni, hogy ez egy ilyen játék. Ki lesz a szerencsés 22 ember, aki leakasztja a pénzeket, akkor is a tisztességes, nemhogy így. És hát ez egy ilyen vetélkedő, ez a legyen ő is képviselő, és sokkal kevesebb pénzé lesznek pókot a televízióval, szóval ezt is valami ilyen nem annyira művelségi, mint inkább megalázó vetélkedőn kéne elnyerniük, hogy aki egységnyi időt a legtöbb plakátot elfogyasztja, vagy nem tudom, egy ilyet szeretnék látni. Mindenesetre van egy barátom, aki kitalálta még az elmúlt választások idején, hogy lehet 0 forint kampánnyal bekerülni a parlamentbe. Megalakította az egyikre sem pártot. Eléd rakják a papírlapot, ott van MSZP, SZDSZ, Fidesz, MDF, egyikre sem. És azt mondja, hogy csak van 5% idióta ebben az országban, aki megint. Van, egyébként van, tehát, hogy valószínűleg kormány is alakíthat majd kétharmados többséggel. Budapest világváros lett, fölkerült az internetre, vagy kerül föl hamarosan, nem tudom, ki tudja, a Google internetes kereső világtérkép programjának utcakép fényképező részlegére, ezt nagyon szépen megfogalmaztam. Az a lényeg, hogy majd így 360 fokban lehet bárhonnan látni majd minden sarokról Budapestet. Hát ez a taxisoknak lesz érvágás, mert így kiderül, hogy a keleti milyen közel van az Asztóriához. Ez már többet nem lehet, az is rajta lesz, hogy veszik ki az automatából a pénzt az emberek. Hát, hogy a mi házunk rajta lesz, akkor én vélhetőleg a 3. emeleten az RKN dohányzom, bent a gyerekek húzzák egymás fejére a turmizgépet, de ez nem látszik, mert bent van. És a feleségem éppen autóval viszi el a szeleti fulladékot a sarokra. Mert ő autóval viszi, tehát hogy amennyi szennyez, az annyi, de kicsit be is pótol. Viszont a lényeg, amiről szeretnék beszélni, benne vagyunk a nyárban, és ilyenkor az emberek a Balatonra mennek, amit Magyar tengernek szoktak nevezni. Na most, ahogy a
a magyar narancs nem narancs, úgy a magyar tenger sem tenger, de hát földrajzilag annyi értelme van, mint a norvég sivatag vagy a zulu gleccser, de hát Magyarországon van, ami hát lehetne a Kárpátok Svájca, ami pedig hát Svájcország Európa Nepálja, tehát ez nagyon veszélyre vészekedve. Ebbe belefogunk, na most maradjunk annyi, hogy én alföldi gyerekként annyit tudtam róla, hogy a Balaton az víz, és ott levetkőznek az emberek. Hát furcsák ezek a szokások, ami egyik helyen teljesen természetes ugyanazon emberek előtt, az egy másik helyen lehet, hogy teljesen szalonképtelen. Mondanám például a francia krémest, egyszerű példa. A francia krémest egy cukrászdába, villával eltartott kis ujjal fogyasztod. Ugye két iskola van, az egyik a félredöntő bekanalazó, a másik az egybe át dózeroló, a két teljesen merev lap közötti rugalmas dologgal próbál megküzdeni. Hát én ebbe a csoportba tartozom, én mindig a lehetetlenre vállalkozom, mint a préli farkas, és ez nagyon gusztustalanul néz ki. Szóval, hogy tőlem többször próbáltam úgy elvinni, hogy mondtam, azt én még eszem. Ugye nem egy kéthetes maradék, ezen még én dolgozom. Na most ugyanezt a francia krémest egy menzán már megfogott kézzel és harapod, és egy buszpálya udvaron nagyon nyugodtan lehet egy zacskóból kinyalogatni az egészet, az még mindig francia krémes, és szalonképes is, vagy hogyha hát a másik végletet nézzük, ugye WC-n ülni lehet nyugodtan névsporttal önfeledten, vagy izgatottan sorszámmal okmányirodába, vagy vonaton állomáson bűntudattal, és az mégiscsak ugyan a tevékenység. És így van ezzel a vetkőzéssel is, ez nem ment könnyen. Mert a balatoni embernek évezredeken keresztül eszébe nem jutott, hogy belemenjen a vízbe, hogy levetkőzzen. Tehát ő kiment, volt egy csónakja, halászott, visszament. Ezt a budapesti emberek találták ki, hogy oda le kell menni és le kell vetkőzni. És amíg az első vasútvonal megépült, ezt rögtön megcsinálták, ők meg rögtön megverték őket, mert vidéken közvetlenek az emberek. És második évben már az állomáson várták őket furkosbottal közvetlenül. És évek teltek el, amíg rájöttek, hogy lángos kell sütni, meg cimmelfejt kell csinálni. No, hát amikor én a Balatonnal találkoztam, 8 éves voltam, amikor hát úszó tanfolyamon kellett részt vennem Balatonföldváron, ami a déli part régfülöpje, ahol a 10 fokos vízbe apám úgy érezte, hogy a balatoni nyaralást azt így az emberré válás aktusával kell összekapcsolnia, tehát, hogy ha már úgy sem leszek katona, akkor egyszer legalább rossz legyen nekem. És tényleg olyan volt, mint a katonaság lehetett, mert ugye az, hogy ott elvégezzük a feladatot, az föl sem merült, de nagyon érdekes emberekkel ismerkedtem meg. Volt egy olyan társam, őt úgy emlegeti a családi legendárium azóta is, hogy a sumákolós. Később jöttem rá, hogy ez külön magyar embertípus a sumákolós, hogy úgy próbálta megúszni, hogy hát, ha Sanyi bácsi nem veszi észre, hogy így a felső testével a vizen van, de a törzsét 90 fokon meghajtott, és így sétált a Balaton felekét. De Sanyi bácsi észrevette, a másik embertípus maga Sanyi bácsi, akit megismertem. A végén apám javasolta, hogy menjek oda egy kis ajándékkal, mint ahogy pedagógus napon kell oda menni, hogy egész éves munkájáért. Ezt kellett mondani, sok mindent mondtál volna, de ezt nem akartad, de ezt kellett mondani. És apám javasolta, hogy Sanyi bácsihoz menjek oda egy kőbányai sörre. Hát én a virághoz voltam szokva, és azt kérdeztem, miből gondolt, hogy szeretni fogja. Azt mondta, szeretni fogja. És szerette, úgyhogy ez a másik embertípus, amit megismertem. És van ez a nagyon találó kifejezés, hogy az alkohol beszél belőle. Én már láttam olyat is, hogy két alkohol beszélget egymással. Nagyon speciális nyelvük van, de hát, hogy csak ők értik tulajdonképpen, de hát saját nyelvtan, saját kiejtés, és ilyen gazda testként használják az embert. És reggelre úgy hagyják el, hogy nem is emlékszik rá. Tehát egy tökéletes ufórablás tulajdonképpen. És hát nappal az alkoholok szövegetik szörnyű terveiket, de hát nem teljesen olyan, mint a vámpírok, mert vannak olyan alkoholok, akik így nappal is kimerészkednek, és munkába járnak, gyereket nevelnek, tehát ilyen megtesült alkoholok. Ilyen volt Sanyi bácsi. Na hát még kettő dolgot mondanék még el. Van egy barátnév, aki világ.